Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ma egy Stefánia vagdaltat fogunk készíteni, méghozzá hagymás tört burgonyával, meleg változatban, aztán egyszer majd csinálunk egyet hidegen is, egy magyaros hidegtára, de akkor veselkedjünk is neki. Magát a húsos masszát, azt én kétféleképpen fogom megmutatni önöknek, aztán majd kiválasztják, hogy ki melyiket szeretné majd a továbbiakban elkészíteni. Kimértem mind a két tálba egy-egy kiló darált sertéshúst, de ez lehet mondjuk darált pulykacomfilé is, kinek-kinek ízlése szerint. A teljesen klasszikus változat az az, amikor egy kiló húsra számítva 3-4 zsemlét, nagyon rossz anyaghányadú konyhákon ennél jóval többet, hideg vízbe áztatunk, azért nem melegbe, mert abban szétmálik a kenyér. Tehát egyszerűen csak hideg vízbe áztatjuk, kicsavarjuk, és ezt, ha kicsit igényesebben akarjuk, akkor egy szitán átpasszírozva hozzáadjuk a húshoz. Én most kenyeret használtam, ez volt nekem itthon szikkat, és ez egy olyan 3 zsemlének megfelelő mennyiség. Tehát ezt kinyomkodom, hozzáteszem. A másik változathoz, szintén 1 kg húshoz, a következő fogja adni ezt a fajta úgymond kötőanyagot. 2 deciliter zsemlemorzsát egy tálba kimérek, teszek hozzá 1,5 deci vizet, és 1 deciliter zsíros főző tejszínt. Lehet, hogy ez elsőre furcsán fog hangzani, de ugye a tejszín az egy picit segít abban, hogy az egész massza egy lágyabb, zsírosabb dolog legyen, és jót tesz neki, majd meglátják. Ezt elkeverem, hogy a zsemle morzsa minél jobban eloszlódjon ebben a közegben, és ahogy lehet látni, hozzáteszem, így, és már itt vagyok, hogy egyenlő frontról indulok, hiszen tök hasonlóan néz ki, még ha más is adja a sűrűségét. Jó. Innentől kezdve ugyanúgy dolgozom vele tovább. 1 kg húshoz 1 csapott evőkanál sót számítok, és akkor nem lehet nagy csalódás. Így. Valamivel kevesebb, mint 1 csapott evőkanál piros paprikát. Igen, körülbelül így. Teszek bele, hát mégiscsak kimérem, az a biztos, teszek bele mondjuk így ennyi az evőkanálon, ez egy mokkás kanál őrölt fekete bors, mert kell, hogy azért valami fűszeres íze legyen, kis csípős. Teszek bele morzsolt majorannát, ezt is egy olyan, hát egy csapott kis kanálnyit szintén. Úgy. Mindegyikhez ütök 2 tojást. Kerül bele még fűszerként hagyma és fokhagyma. Hogy ezek ne legyenek olyan nagyon nyers ízűek a fasírban, ezeket 3 evőkanál olajon lepirítottam. Egy ilyen kiló húshoz egy kis, vagy inkább közepes fej vörös hagyma és 2 gereszt fokhagyma az ajánlott mennyiség. Tehát megvan a kétféle masszám, most mind a kettőt bekeverem, ennyi történik. Most jól félreteszem, hogy nehogy összekeverjem. A végén szeretném megmutatni önöknek azt a pici különbséget, ami látszódik külalakban, ugye a tejszínes zsemlemorzsás, illetve a hagyományos fasírt között. Na, akkor most munkára gyúrjuk be a masszát. Összekevertem mind a két masszát, ugye ez volt a zsemlemorzsás vizes tejszínes, ő pedig a hagyományos. Mind a kettőből 2 rúd
Stefánia Vagdalt készíthető. Ehhez a következőt kell tenni. A munkalapot megszórjuk zsemlemorzsával. Közben a sütőt 165 fokra, légkeveréses sütőben 165 fokra bekapcsoljuk. Így, mert hamarosan kezdhetünk sütni, ugyanis innentől kezdve fölgyorsulnak az események. Na nézzük akkor a zsemléssel. Megpróbáljuk körülbelülre elfelezni a masszát. Azt mondjuk, hogy 1, 2. Talán ez egy picit nagyobb lett. Így. És a folyamat a következő. Enyhén morzsával beszélt gyúrólapon nagyjából ilyen hosszúkás ruddá formáljuk ezt a masszát. Hamarosan belekerül persze a főtt tojás is. De így most legalább lehet látni, hogy még mindig nem jó, ahogy elosztottam, úgyhogy ide egy kicsit még teszek. Így. És akkor körülbelül, ugye, azt lehet mondani, hogy most van körülbelül 2 egyforma rudam a testvérek között, és még egy picit alakítok rajta. Így. Egy nagyon picit megnedvesítem a kezemet, és ezzel a nedves kézzel itt középen helyet csinálok a főtojásnak. Ennyi az egész. Az, hogy most én a főtojásnak a csúcsos végét mondjuk levágom, hogy kicsit jobban illeszkedjenek egymáshoz a tojások, ez megint csak kedv kérdése, aki akarja, tegye úgy. 2, 3, 4, és szerintem még egy tojás ragyogóan belemegy. 5. Tökéletes. Mindjárt meg fogjuk formázni. Itt is ugyanígy középre, akkor beletesszük az 5 tojást. 3, 4, 5. Így. És most jön az, hogy a húsos masszát egyszerűen körben ráigazítjuk, ráhúzzuk erre a tojásra. Ez azért nem annyira bonyolult művelet, elsőre kicsit furának tűnhet, de gyakorlatilag ennyi az egész. És már is mindenhol teljesen jól bevonta, még ahol lehet, akkor egy kicsit rajta. Így. Egy rúddal akkor így meg vagyunk. Ugyanezt tesszük a másikkal is. Az a lényeg, hogy ez a húsos massza lehetőség szerint egyforma vastagságban, hiszen akkor szép a szelet, mindenhol körbeéri a tojásokat. Ehhez lehet, hogy egy picit jobban bele is kell nyomkodni oda az alsó részbe. Így. De ennyi az egész. Jó. Persze innen, ugye hogy kerül ez a vagdalt, hogy kerül ugye a tepsibe. Már is megmutatom. Egy nagyon picit még lehet morzsázni. És akkor a tepsinket egy picit kiolajozzuk. Ezt én csak így a kis kezemmel teszem most. Így. A tepsit ide alá bújtatjuk a munkalapnak, és ide egyszerűen kihengergetjük ezt a fasírtot. Így. Itt pedig egyszerűen csak puf, beleengedjük. Őkelme megvan. Annyit teszünk mindenképp, hogy eligazítjuk, hogy szép formás legyen. A következő fasírta persze ugyanez a helyzet. Kitesszük ide a szélére, kikergetjük. Így. Lehet látni, hogy azért ez egy teljesen jó massza lett, jól formálható.
Védőháló nélkül, megfordítva a tepsit persze. Egyszerűen csak belezuttyantjuk a tepsibe, így. Megigazítjuk. Ha esetleg kinyílna valahol e közben a művelet közben, mint most nekem is, semmi gond, kicsit összenyomkodjuk és teljesen jó. Ez a massza nem tökéletesen kemény, de szándékolt, hisz minél keményebb, annál szárazabb lesz majd, mikor megsül, és ez nem cél. Tehát az a cél, hogy azért ez egy szaftos fasírt legyen. Jó. Két rúd megvan. Nézzük a következő kettőt. Már is elfelezem. Ugyanaz a metodika. Milyen érdekes, hogy azzal, hogy ez a zsemlemorzsás massza van, lehet érezni, hogy ez sokkal könnyebben formázható, tehát ez egy kicsit keményebb massza lett, viszont jobban formázható. Ugye bedagadt a zsemlemorzsa, és teljesen jól lehet vele bánni. A királyság. Ide készítettem magamnak egy őszgerinc formát, azt is megmondom már is, hogy miért. Egy nagyon kedves kollégám most mutatta a trükköt, amikor éppen nagy üzembe kellett nekünk csinálni ilyen Stefánia vagdaltat, nem keveset, tehát ilyen 50 rúdról beszélek, és mondta, hogy úristen, mire ezt kiformázunk, és Gizus a következőt tette. Fogta a húsos masszát, kibélelte a felével, megmutatom, kibélelte a felével ezt a formát. Tette a tojásokon. Kettő. Jé, valaki ellopott egy tojást. Na nem baj. Azt mondja, hogy így. A maradék masszát egyszerűen rá igazította. És így nem kellett nagyon méregetni, nem kellett különösebben gondolkodni. Villámgyorsan ki lehetett szaggatni, vagy bocsánat, nem szaggatni, formázni ezt a bizonyos 50 rudat. Tehát itt most lehet látni, jó, amikor az embernek ugye ott áll egy kádban a hús, massza, meg ott van egy rakett tojás, akkor az teletömködi a formát, és gyorsan dolgozik, én meg most itt kezdtem elosztani, de ennyi. Tehát így is meg lehet formázni magát a Stefánia vagdaltat. Ezt szerettem volna bemutatni, tehát ha nagy tételben dolgozik valaki, akkor nyugodtan választhatja ezt a fajta megoldást, teljesen üzemel, mint ahogy lehet is látni. Most még annyit teszek, hogy megigazgatom, és miután most már úgy betyár lenne át görgetni a tepsire, hiszen tele van a tepsi, így egyszerűen fölteszem ide a kezemre, és így viszem ide a sütőhöz, illetve a tepsihez. Kész. Három. Nagyon picit még eligazgatom. És szerintem egészen jól néznek ki. Nézzük. Ennek a közepén kimélyítem ugyanúgy, mint a legelső változatnál. Beledobálom a tojásokat. Kettő. 3, 4, na nem baj, marad egy tojás, azt majd megesszük. És elkezdem ráhúzni ugye két oldalról a húst, innen a két végéről is. Megforgatom, bárhol, ahol azt tapasztalom, hogy a tojás esetleg kilógna, gyönyörűen még utána tudok ízesíteni. Ízesíteni már nem tudok utána, csak gyönyörűen utána tudok formázni. Pici morzsa, megforgat, úgy, kézre emel, és megy a helyére. Egy dolog van még hátra, le kell kenni a fasírtokat felvert tojással. Én azért kenem le kézzel, mert ez lehetőséget ad arra, hogy még egy picit elsimítsam, ha valahol úgy érzem, hogy nem lenne elég
jó az állaga. Az, hogy a tojás szana széjjel folyik, azt majd mindjárt megoldjuk, hiszen majd fölküzdjük ide a fasírtra szépen. Így. Na nézzük szél. És egyetlen egy dolog lesz még hátra, villával néhány helyen megszurkáljuk, tesszük mindezt azért, hogy a keletkező gőz eltávozhasson belőle, és 165 fokra előmelegített sütőben fogjuk sütni 45-50 percig. Slussz, ennyi az egész. Bent van tehát a sütőben a Stefánia vagdalt, nincs más hátra, mint előre, gyorsan elkészítjük a köretét, ez nem más, mint a hagymás tört burgonya. Ehhez egy lábasba én tettem 3 evőkanál olajat, és elkezdtem forrósítani, a 12-ből mondjuk 10-esen, tehát nem kell azért, hogy túl forró legyen. Na most, hogy mekkora hagyma kerüljön bele, megint tökéletesen ízlés dolga. Én szerintem egy hagymás tört krumpliba érdemes nagyobbra vágni a hagymát, mert egyszerűen jó, hogyha a hagymástört krumpliban megjelenik, rá lehet harapni, és meg lehet különböztetni mondjuk egy másik fajta krumplitól, mert jé, ebben tényleg van hagyma. Úgyhogy én ezt most így nagyobb kockákra vágtam, és elkezdem pirítani, pontosabban inkább párolni. Ez egy 5-6 perces művelet, nem akarom én azt, hogy ez nagyon színes legyen, de azt se szeretném, hogy nyers maradjon. Tehát maradjunk annyiban, hogy egy ilyen jó üvegesre párolással készítem. Sőt, amit ilyenkor szoktam, én azt megteszem, nevezetesen én meg fogom már mossózni. Teszem mindezt azért, hogy a hagyma engedjen egy nagyon pici levet, és tényleg párolódjon, és ne piruljon, mint az őrült. Tehát egy pici só rá, így. Még azon viaskodom magamban, hogy itt a Stefánia vagdalthoz ugye valamivel több hagymát vágtam össze. Itt lehet látni. Úgyhogy azon nem editáltam, de szerintem nincsen azzal se gond, hogyha még ez is belemegy. Egyfelől nem nagyon dolgozunk maradékkal, másfelől így kétféle módon is megjelenik, és ugye más lesz az íze a kicsinek, meg a nagynak. De ezt véletlen se csinálják így, tehát elég tökre a kockára van vágva, ez csak azért van, mert megmaradt nekem, és nem fogjuk itt kidobni. Ami fűszereket kapni fog ő. Mindenképpen kell bele bors, én nálam most ma éppen ez a favorit, ez a tekergetős színes bors, úgyhogy én most ezt teszek rá. Picit kéne is rajta állítani, mert úgy látom, nagyon szűkre van állítva, és így 80 ezer tekerés kell, mire valami jön belőle, de lehet látni azért szépen. Tehát egyszer a bors. Hagymás tört krumpli számomra elképzelhetetlen egy pici majorána nélkül, úgyhogy az is megy rá. És azért tettem már most rá a fűszereket, mindig, ugye egy nagyon picit az olajon, hogy az illó olajai egy kicsit jobban kioldódjanak és intenzívebbé váljanak. Ezt meg így párolgatom egy 5-6 percig, utána hozzáadom a krumplit. A krumplival annyi történt, hogy kockákra vágtam enyhén sózott vízben, megfőztem, leszűrtem és kész, semmi egyéb. Az se baj, ha egy nagyon picit ez a krumpli túl van főzve, hisz a hagymás tört krumplinál valamennyire úgyis össze fogjuk törni. Az, hogy ez mennyire legyen összetörve, megint csak ízlés dolga. Van, aki rommá tör ilyen krumpli pürével, van, aki épp, hogy csak krumpli törővel, van, aki éppen csak belekever néhányat. Majd meglátjuk, ahogy épp a kedvem tartja, úgy összedobjuk. Na. Még egy pici pirulás ennek kell.
és akkor benne van a só, benne van a bors, benne van a majorána, benne van a hagyma, majd kap egy nagyon pici piros színt a piros paprikától, megkapja a krumplit, és ennyi az egész. Készen is vagyok, megvan a hagymás tört krumplink, megvan a fasírt, összesen annyi a teendő, hogy egy nagyon picit hagyom, hogy hűljön, mert akkor könnyebb szeletelni. És amíg hűl, addig készítek hozzá egy úgynevezett pecsenyelevet. A pecsenyeléhez egy kislábast földobok a tűzre, mondjuk 12-ből olyan 9-esen, és azt nézem, hogy mennyi szaftja maradt ennek a pecsenyének, hogy egyáltalán lesz-e valamiből pecsenyelé, de úgy tűnik, hogy lesz. Ezt én beleöntögetném ide, hogyha látnám, hogy mi történik, de remélem sikerül. Így. Hát ez, őszinte leszek, ez elég csekéke mennyiség, de se baj, mert akkor teszünk hozzá egy nagyon pici olajat, mondjuk összesen egy evőkanálnyit, tehát nem kell igazán sok belőle, vagy kettőt, így. Az olajra teszünk egy nagyon pici sűrített paradicsomot. Ez tényleg csak egy mokkáskanál mennyiség legyen, azért ne több, mert ahogy az én mesterem mondaná, ez nem paradicsomleves. Tehát csak egy mokkáskanál sűrített paradicsom. Teszünk hozzá egy nagyon pici őrölt köményt. Így. Éppen csak egy fél percig pirítjuk. Ha valakinek több szerencséje van, mert több sült zsírja van, akkor természetesen nem kell külön olajat használni. Jó. Ehhez a mennyiséghez teszünk egy csapott kiskanálnyi lisztet, kb. Ennyit. Éppen csak egy picit pirítjuk, öntünk hozzá egy kevés vizet. Én most azért vettem le a tűzről, hogy nehogy véletlenül leégjen. Tehát egy pici vizet teszek hozzá. Ez nagyjából egy olyan 2 deciliteres mennyiség volt. És ezt itt simára főzöm. Az a lényeg, hogy ebből legyen egy ízes, pici pecsenyelé. Nem kell, hogy sűrű legyen, tehát nem kell, hogy mártás sűrűségű legyen. Ez inkább egy ilyen nagyon pici híg lére fog hasonlítani. Ami hiányzik még belőle, az a só. Ehhez a mennyiséghez egy fél kis kanálnyit simán tegyünk bele. Így. Hagyjuk forni egy 3-4 percig, utána le kell szűrni, és majd ezt fogjuk leönteni a felszeletelt stefánia vagdaltra. Ha még egy picit finomítani szeretnék rajta, akkor dobok bele 2 deka vajat, és ennyi az egész. Lejjebb is veszem, hagyom egy pár percig forni, és mindjárt tálalom a vagdaltat.